Érkeznek a Rákóczi túrósok. Corinna sokat bíbelődött ezekkel a kelyhekkel, biztos bízik benne, hogy értékelik majd ezt a vendégei. Hú, ezt kíváncsi vagyok, mielőtt belekóstolunk, hogy mi mindent és hogyan. Mindok először, és a kókosz, ebbe is be kell kotnyeleskedni. Majd meséld el részletesen, hogy mit hogyan csináltál benne. De nyugodtan kezdjetek. Nem. A Rákóczi túrós végtelenül egyszerű sütemény, amelynek alapját egy tökéletesen elkészített omlós linzertészta adja, amelyre citromhéjjal és vaníliával ízesített mazsolával dúsított túrókrém kerül. Ezt a túrókrémet egy könnyű, cukros tojásfehérje hab fedi. Corinna viszont valami egészen egyedi recept alapján készítette el ezt a desszertet. Lássuk, hogy tetszik-e ez az újra gondolt verzió a vendégeinek. Nagyon finom. Nekem abszolút Rákóczi túrós. Ez nem Rákóczi túrós. Én értem, hogy ezt újra lehet gondolni, de például ez egy klasszikusan egy olyan sütemény, hogy azt nem érdemes. Mert a Rákóczi túróst azt úgy szeretjük, ahogy van. Miért? Hát ez nem Rákóczi. Ennek a túró, meg a barackmozi, mennyi a Rákóczi túrós. Ennyi a Rákóczi túrós, hogy barack van benne, meg túró. A koronát a tetejéről, vagyis a habot, azt semmiképpen nem lett volna szabad lehagyni. Tulajdonképpen meggyaláztuk azt a szerencsétlen Rákóczi túróst. Valóban a Rákóczi túrós az nem ilyen, viszont én azt gondolom, hogy amikor most így elmegyek egy nagyon fancy étterembe, és akkor azt mondják, hogy újra gondolva, meg nem tudom, akkor nagyjából ugyanez van, hogy így lehet, hogy már meg sem közelíti azt, ami valójában a Rákóczi túrós. Tehát nekem ezzel akkora problémám nem volt, mint Zsuzsának, mert hogy a főbb alkotó elemek ott voltak. Teljesen jogosnak éreztem egyébként Zsuzsának a felvetését, hogy ennek sok köze nincs a klasszikus recept. Ezt gondolom, hogy ezt ő már számtalan szor volt a gyerekeknek elkészítette, úgyhogy tényleg abszolút igaza van egyébként ebben, hogy ez nem az igazi Rákóczi túrós.